Sziasztok, én Dezső Bence meg, és elkezdtük a legújabb Rodapestes videónkhoz, részünkhöz hívjuk ezt akár. Itt van velem Csongi, hátsó ülésen. Ezt muszáj volt kihangsúlyozni, hogy hátsó ülésen. Igen, hátra vagy ültetve, mert rendesen kell látszak, Csongi a kamerát be van ültetve mellém. Kaptunk egy új melót, éppen a helyszínre tartunk. Én tudom mi az, szóval Báli most beavatott. Csongi nem tudja. Szokásos módon. Én ilyeneket látok, hogy hol lovakon lovagolok, hol chipset zabálok. Mi az, amit nem vállalnál el, Csongi? Csak hogy lássuk, rá tudsz-e tapintani, hogy kb. Hogy néz ki most ez a legyen. A testedzést, tudod, nem vállalnám el. Úristen, de rossz volt. Őszintén, hát mondjuk egy WC-pumpát át nem hirdetnék, mert hogy minek. És ki kellene ugrani a repülőből? Mi van, hogyha most oda viszlek, és ki kell ugrani? Hát akkor te kiugrasz, de én biztos nem, mert nem kicsit, én félnék egy kicsit elsőre. Igen? Amúgy olyat vállalnék el, ami úgy tetszik, mert egy. Érted. Értem. Nagyon sokan írtátok az első évadot, amikor forgattuk. Sokan? Ez az a sokan, tudjátok, amikor a videósok mondják, hogy jaj, nagyon sokan írtátok, azt senki nem igen, az kb. Anyukám meg Rebeka és Rebeka nem mondja, szóval azt hiszem, hogy egy kommentelő. Nagyon sokan írtátok ténylegesen, hogy kíváncsiak vagytok, nem ide kell jönni, kíváncsiak vagytok, hogy hogyan dolgoznak az influencerek, az influenzások, és hogy néz ki a kampány. És ez a harmadik olyan videónk, részünk, ahol konkrétan megmutat. De sose tudjátok meg, hogy mi az ott írja táblán. Ott írja, látod? Sose tudjátok meg. Úgyhogy hamarosan ott vagyunk, és meglátjátok, hogy mivel is készültünk a mai napra. Iha! Német úr! Gyerekek, Dominiket hol hagytátok? Nem tudom. Hát te megint kimaradt. Előzőleg sem a buliból. Mert nem tudom. Hát de mondjuk nem áll fel, vagy valami. Na jó. Szeretnék nektek valamit bemutatni így két rész után. Dominik! Ez az. Na, meghoztam a gyereket is. Együtt a crew. Ezt azért mondjuk erre ki. Tetkót csináltattam. Mit csináltattál? Muti már. Na. Muti. Nem. Na. Atya világ! Majd kezd ezt is csak! Belet is csináltál magadnak, látom. Mondjuk lehetett volna a sockákat is. Én vagyok na. Az első komment, ha öreg leszel, meg fogod bánni. Üljetek le szépen ide sorba. Csücs, gyerünk. Itt vagyunk a Kánzház székházba. És csapatokra foglak benneteket szétosztani. Három csapat lesz, kaptok három feladatot. Mind a három feladatra lesz 15 percetek, hogy elvégezzétek. És minden egyes feladatnak a végén kapni fogtok egy-egy borítékot, amit ide kell nekem hozni. Csak akkor kapjátok meg a borítékot, a feladat megoldásra került, jó? Uh-huh. 15 hát perc. Na, figyeljetek! Gyakorlatilag indítom az órát, úgyhogy tűnés, jó? Menjünk! Start! Ez mi? Fordítsátok le a mondatokat, Balcsú. De nőjesen ír, azt figyelj. De közben fülej már, hogy mit mondanak. Nem, egyszer egy dolgot. Kicsit. Na, bástyáim! Na, hello! Yeah. Szeva! Apa, cső. Csertesike. Fölkészítetek? Lenne egy feladatom nektek. Igen. Énekelni kéne. Ah. Ismertek ősök dolgokat? Igen. Melyiket? Az összeset. Na, mókuskám, ez nem jó válasz. Pénz beszél, mindenki táncol. Ezt így? Aha. Egyszerre. Pénz beszél, mindenki táncol. Mozogni is mellé. Pénz beszél, mindenki táncol. Na, jó van, átmentetek. Én
Istenem, Dominik, te mit csinálsz? Nézd, milyen szép kerekszám. Ne tökölj már vele, gyere, 15 percet. Sziasztok, hello. Szia, Marko, Rebeka. Vedőcs Bóbita, szia. Straub, Dominik. Szia, üdvözöllek titeket. Ó, hát kerek 700-as, tökéletes. Gyertek, foglaljatok itt helyet. Köszönjük szépen. Szerintem. Google fordító megoldja szerintem. Na? Igen, ez a Vera erkélyes mecset egy csirke mellett a 000. Mecset? Szerintem. Biztos, hogy szláv nyelv. Mondtam, hogy valami török akkor, vagy arab. Hát mecset. Szláv, akkor... Mecset. Egy pár kérdés van, kéne nem válaszolni, igen? Viszont az van, hogy nem akartok rá válaszolni, akkor vagyoktok legalább egy ezrest a közösbe, én nem aztán a végén kicsit. Közös az kérdezem. Neked? Hát mit gondoltatok? Ali? Jó? Mehet. Felkészültetek? Te? Jó. Mehet. Na gyerünk! Mi volt az a legnagyobb összeg, amit valaha a barátnődre szentel, de csak azért, mert ki kellett engeszteni, mert épp rossz fát tett a tűzre, vagy vacsora, vagy valami ruha, vagy valami... Semennyi, nem engesztelek tárgyakkal ki. Ez jó. Tehát érzelmes fiú vagy? Aha, nem veszek valamit, hogy ne haragudjon rám. Tök vagány. Te siket el? Közben nem tudom, de hogy... Volt már csajod? Pár évig. Köszi. Na. Szia. Jó veled egy csapattársnak lenni, nem, vagy nem tudom. Nem, az tudom. Nem jó. E betű. Az, hol van? Úgy veszem észre, hogy nem adsz bele annyit, amennyit én. Tulajdonképpen most melyik nyelvnek keresed? Akkor ott. Keressük a franciát, jó? Hozok mindjárt francia szótát, és megkeressük a franciát, jó? Szia! Mennyi volt a legtöbb pénz, amit buliban költöttetek el? Nem bulizom. Tényleg? Ezt én nem válaszolom, meg adok egy ezrest, várjál. Itt van. Ajaj. Csak hogy ne pénzeznek voltam. Ide beteszem öcsém, pont a kér jó kis habkönnyi málnára jó lesz. Na, mi volt az a dolog, ami a legjobban fájt pénzt kiadni? Nyári gumi az autóra. Megalapelni. Tényleg, Mókus, milyen kocsid van? Nekem ki nem mondom már el, csak hogy mekkora, ekkora, vagy egy kis mecsókat. Viszont... Adjuk rá. Drága volt az Alufelni meg a nyári gumi. Tényleg? De milyen összeg volt kb? Hát olyan 280 ezer. A számla van róla? Menjünk tovább, jó? Nos, ez egy szituációs játék. Arra kérlek titeket, hogy kicsit figyeljetek arra, amit igen. mondok. Nem tudom, hogy... Szuper, nagyon jó, de inkább itt jegyzetem jó. ide. Az a feladat, hogy én leszek az ügyfél, úgyhogy nektek kell népszerűsíteni a Kánthályi Fűsági Számlacsomagot a részemre. Vagy helyszerés támadás, igen. Akkor az elejétől szeretném eljátszani, úgyhogy kedves Bóbita, kérem szépen. Sorszámot is húzzak? Igen, az nagyon fontos a sorszám. Akkor érkezem. Rendben. Én pedig itt fogok várni önre. Van arab ismerősöm, van török is, van szerintem lengyel. A Google felhívom őket, és ott tartom. Na, hát ez eddig a legjobb ötleted. Szerintem törökül van, de légy szíves, mondd meg, jó? Jó napot kívánok, Straub Dominik, miben segíthetek? Vedőcs Bóbi, te vagyok. Egy igen. Ifjúsági számla. Ifjúsági számla, pakmányom nekem, és a sorszámot 528-as. Hú, micsoda kiszolgálás. És már jöhet is. Oda foglaljon helyet, kedves Bóbi, te köszönöm szépen. Nagyon. Nos, ifjúsági számlát említett, ugye? Nos, erről azt kell tudni, hogy mi az ügyfélért vagyunk, tehát mi önért vagyunk, önért hát létezünk. Mi mindig azért küzdünk, hogy önnek jó legyen. De miért is jó az nekem? Teljesen ingyenes, 26 év alatt. Ó, hát kolléganő. 26 éves korig ajánljuk ezt igen. a számla csomagot. Akkor még időben jöttem. Igen, évente igen. 5700 forint. Vala 5-6000 forint között van a pénz, ugye? Mertek-e arra nekem válaszolni, de hogyha nem, akkor fizettek. Ajaj, na. Mi volt életetek legfeleslegesebb költése? Csongi van egy ezresnek. Adjál neki kölcsön, Csongika, hallod, teljesen kiállod a kis sávot, hallod. Ide betenni papának a sörpénzt, jó? Nekem, amikor megvett a jogsim, akkor ilyen napi szinten 200-500 kilométereket vezettem, és szerintem halálra tankoltam az autót, és ez meg tök felesleges. Vezetitek a költéseiteket és a bevételeiteket? Persze. Én mindig. Mégpedig hol? Otthon valami dokumentumfájba vagy igen, naplóba? Igen, meg hát a könyvelem is figyel rá, hogy... Aha.
Lesotál? Én magamnak csinálom, legyen applikáció. Aha. És azon nagyjából látod, hogy egy hónapban milyen bevételed van, mikor erősebb. Igen. Hogy tudtok magatokat eladózni. Jó napot, lenne egy elég érdekes kérdésem, hogy kaptam itt egy pár hangfájt egy fontos üzlethez, és nem tudom sajnos, hogy milyen nyelveken vannak, és hogy lejátszanám ezeket a hangfájlokat, és segítene esetleg kitalálni, hogy milyen nyelven van? Nem tudok senkihez fordulni, én sem akartam önöket felhívni ezzel zaklatni, csak tényleg nagyon fontos lenne, és minél hamarabb szeretnék túl lenni rajta, és hogy esetleg pár nyelvet felismerne ebből, mert nagyon nagy segítség lenne. Nem tudom garantálni, hogy fel tudom ismerni. Nem baj, csak meghallgatná, akkor... Rendben. Köszönöm. Halló, Maxa, Panki Kortilla, Tai, Matkapuhelmella, Keteisen Sian. Ismerős volt valami? Esetleg? nem sajnos. Oh. Van hozzá interneten, applikáció telefonra. Én nagyon a telefonom rabja vagyok, úgyhogy én nem szeretek ilyen... Az nagyon jó, tökéletes, mert van telefonos applikáció hozzá, ahol internetbank. Igen, ahol a rendes... Látom a számlámat? A rendes számlán kívül megtakarítási számlát is lehet nyitni, ahova lehet félrerakni pénzt. Hát az nem ártan, annyit vásárolok, úgyhogy... Nyaralni, vagy állomára. Mindenre, amire csak szeretnék. Mire költöttétek életetek első fizetését, és mennyit? A legelsőt? Uh-huh. Mi számít fizetésnek? A legelső boldog átutalást, amikor megkaptátok, és ott volt a számlátok. Ez 3000 forintot, és egy ABC-be költöttem el. Ugyanaz. Mit vettél? Üdítőket, meg chipset. Aha. Tehát nem volt az, hogy mondjuk gyümölcsöt, vagy mondjuk egy májkrémet. Nem. Üdítőcsips szigorúan. Üdítőcsips. Köszönöm szépen. Én ebay-ről vettem ezért kulcstartót. Tényleg? Ennyi. De kaptál róla számlát? Dehogy is. Mennyit fizetnétek, hogy a hősök lépjen fel az esküvőtökön? Figyelj, én azon gondolkodtam, hogy a házamba egy délután, na az mennyi? Hát figyelj, délután 3-kor feláros, de amit lemegyek kicsit a nap, akkor azért robban rá tudunk menni. Na mi lenne az a mania volt? Esküvőn vagy most? Esküvőn. Esküvőn? Figyelj, esküvőn... 3-4 kiló. Köszönöm szépen. Az úgy jó? Meg tudjuk írni. Na vezérben csak köszönöm szépen, gratulálok még egyszer. Én köszönöm. Köszönjük, hogy rászoktak kérdésekre, adom az ajándékotokat. Megkapjuk? Én nekem lesz egy kis dolgom, de később találkozunk. Jó, menjünk. Na cső, menjünk a Bálinthoz. Menjünk. Azért te ne kapkodjál ennyire a számlanyítással, mert kellenek hozzá személyi okmányok. Tényleg. Személyi igazolvány, lakcím és diák. És ezt otthonról is el lehet intézni, viszont muszáj lesz később bejönni. Hát időpontot lehet foglalni. Igen. Tudok akkor önhez időpontot foglalni? Persze, közöttenül? Hozzám bármikor 0-24-ben szolgálat ára, az én Strok Dominik, úgyhogy szerintem ezt nem kell tovább ragozni, ezt meg is köthetjük szerintem. Rendben, nos, én meg azt gondolom, hogy ez a feladat nagyon jól sikerült, e-mail boríték. Persze, hogy jól sikerült. Na jó, akkor vihetjük is. Köszönjük. Köszönjük szépen. Egy élmény volt. La, mi van, nyelv tudom? La. Megvannak a megoldások. Izárt, így van. De megvan. Hallani. Innen, onnan összeszedtük, felhívtam egy-két haveromat is, meg... És tudakozó. Neki is szóltál. Nem is tudom. Semmi nyelvérzéked nincs, esetleg a franciához, de amúgy... Hát nem tudom, nem tudom. Igen. Már szerezhet A1-es motoros jogosítványt, de még nem töltötte be a harmadik X-et. Igen, ez a francia volt. KP helyett bankkártyával, majd mobillal akar fizetni. Ez volt a finn. Akkor van ez a német, hogy szívesen elmenne a haverokkal féláron fesztiválozni, ezt amúgy így zsigerből kitoltuk kb. A negyedik KNTH bankszámlát és megtakarítási számlát nyit, amire befizet 3000 forintot. Ez egy kicsit nehéz volt. Ez egy cseh. Nehéz volt egy kicsit. És van az üzbék, ami esetleg... Az aztán. Honnan jött? Az első 1000 új ügyfél egyike, aki regisztrál a kh.hu strand oldalon. Így van. Sászok, óriási. Na, nem gondoltam, hogy le tudjátok fordítani, viszont az a helyzet, hogy Karola szerintem emel fel, légy szíves, gratont, ahol ülsz most. Emel fel a babzsákot, ami ültél, nézem, mi van alatta. Ne! Bakker, ne! De! Na, 30 másodpercetek maradt leírni, úgyhogy sprinteljetek. Szevasztok! Rohanás! Na, csá! Cső!
teljesítettétek a feladatot, úgyhogy először is mégis visszaadom nektek, bontsátok ki. Na, Strandfesztivál szombati belépőjegy, úgyhogy megyünk mindannyian. Ott lesz az egész csapat. Várj, én még nem olvastam. Na, a... Illetve hát Karolának elintéztünk egy fellépést. Így van, úgy néz ki, hogy nagy színpadon Jason Derulo után fog nem, énekelni. Nem, vele. Ja, vele. Vele. Igen, feat-et fog énekelni. Szóval ez lesz a lényeg. Barátok, opa. Sziasztok! Szeva! Csak nem gondoltátok, hogy elittuk a pénzt. De én mondjuk féltem egy kicsit tőle. Hallom, hogy jöttek a Strand Fesztiválra, igaz? Igen. Mindennyien. Két dolgot szeretnék, vettem két sapit. Igen. Az egyik tiéd, tesikém. Zöld. Zöld. Várjál. Hát legyen zöld, oké. Okay. A másik tiéd. Köszönöm. Na. És amit viszont várjál, hogy csak mindenkinek mondok, tudom, hogy jöttek a Strandra, ott mindenképp találkozunk, remélem jöttek a koncertünkre. Ezt viszont szeretném nektek élőben átadni. Ugyanis elértétek a 100 000 feliratkozót. Most mi szívem, hogy szeretettel. Pacsi. Ez vedd át. Ez megy a falamra. Hoppá, kis tesa, tisztelte, gratulálok. Hölgyem, ez a tiétek. Nekem megy a nappaliba. Köszönjük szépen. Nem csak mi megyünk így a Strand Fesztiválra az EQ-ék fellépését megnézni, hanem ti is eljöhettek, ugyanis az 5 leggyorsabban videót küldők között, nem is sorsoljuk ki, hanem az 5 leggyorsabban küldőnek fogunk 5 darab napi jegyet elküldeni szombatra, amikor mi is ott leszünk. És? Illetve egy személynek mi fogjuk kivinni a jegyet. Úgyhogy itt van lent a videó leírásban egy e-mail cím, ide dobjátok el a videót, hogy miért akartok velünk jönni bulizni, és szombaton Tali a Strand Fesztiválon. Szevasztok! Szevasztok!